Illatok, azaz parfümök inspirálják a festésben a soproni Ráth Mártont. Festményei egyre ismertebbek országszerte. Saját útját saját maga kísérletezte ki, és folyamatosan kísérletezés alatt van. A műhelyébe jártunk. Parfümök világa úgy jött az életembe, hogy egy falun nőttem fel, úgyhogy mindig is vonzottak az illatok. Már gyerekkoromban, hogyha visszagondolok, akkor mindig tépkedtem a fákat, meg a bokrokat, vonzottam ahhoz, hogy megismerjem azokat az illatokat, amit úgy otthon nem lehet érezni. És amikor jobban utána olvastam az illatoknak, akkor egyre inkább vonzott az, hogy milyen lehet bizonyos márka, az összetevőket, izgalmasnak találtam a véleményeket, amiket róluk írtak, úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen ez a szerelem, és ez egy olyan világ, amit az ember mindig talál benne újat, és mindig lehet benne valami újat és újat felfedezni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas utazás. A festmény az általában úgy születik meg, hogy először a kezemre fújom a parfümöt, hagyom, hogy ez hasson rám, hogy kicsit elmélyedjek benne. Van esetleg, hogy napokig is hagyom, hogy egy picit így át tudjam gondolni, hogy nagyjából mi lesz a koncepció, milyen érzéseket vált ki belőlem, és tulajdonképpen így kezdek neki egy festménynek, hogy ez már egy más érzelmi állapotot vált ki belőlem. És így viszem vászorra ezeket az érzéseket, vagy gondolatokat, és igyekszem az illatot ezeknek a színeknek megfelelően ábrázolni. Befolyásolja a festményeket az általában ugye függ az én lelki állapotomtól, úgyhogy én nagyon szeretek például sétálni, erdőbe járni, természetben gondolkodni, és ott is nagyon sok ihletet tudok meríteni, nagyon sok gondolat jön, inspiráció, és hogyha hazajövök például az erdőbe egy sétából, akkor teljesen más lelkiállapotban tudok nekiállni a munkának. Ez itt a legújabb festményem, ezt Bálint Csaba legújabb parfümje inspirálta, a Bál Oud nevű illat. Ugye javarészt az oud, tehát az agarfa dominál az illatban, és ez egy eléggé fűszeres, füstös illat, és ezekkel a színekkel próbáltam tulajdonképpen ábrázolni magát az illatot, ezekkel a nyers, mély színekkel, ami a füstösséget is ábrázolja, a pirosak, ugye a fejillatban érezhetők ilyen ropogós, erdei, piros gyümölcsök, a megy, a rózsa, és itt a szélén ugye ez egy kicsit ilyen elmosódott a felhőszerű formák, és itt a közepén van ez az erőteljesebb nyers megjelenés. Egy hatalmas tervem, illetve ötletem az lenne, hogy egy mondjuk általam nagyon kedvelt parfümőrnek az üvegén, illetve a dobozán szerepelne a festményem. Ezen kívül szeretnék egy olyan kiállítást is csinálni valamikor, ami abban lenne egy kicsit új, hogy a kiállított képekhez a parfümök lennének szintén kiállítva, és akkor ez egy különleges szinesztézia lenne, hogy nem csak vizuális, hanem olfaktórikus élményt is nyújtana a nézőnek. Tehát lehetne az illatot társítani egy adott festményhez is.